Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, és ma 8 éves a szertár. Boldog születésnapot! Ezt az alkalmat egy különlegesen csúnya, ám különlegesen különleges tortával fogjuk megünnepelni. De még mielőtt megnéznénk, hogy mitől olyan különleges ez a torta, el kell nektek mondanom valamit. Valamit, amit csak a hozzám legközelebb állók tudnak rólam. Jaj, nem ezt, valami egészen mást. Méghozzá azt, hogy szoktam rovarokat enni. Na, ez persze nem így szó szerint kell érteni, hogy rovarokat szoktam enni, hanem... De úgy kell érteni szó szerint, hogy szoktam rovarokat enni. Ez itt például csokis sáska, ez itt liszkukac, és a töltelék is tartogat valami meglepetést. Nézzük, hogyan készült. Tehát lássuk, hogyan készül a szertár szülinapi tortája. Értitek, torta. Sajnos nincsen sütőm, ezért előre vettem piskótalapot. Az lesz majd a tortának az alapja, amit egy túrókrémmel fogok megtölteni. Mivel tudom, hogy sokan nem szeretik a túrókrémben a mazsolát, én mondjuk igen, de tudom, hogy sokan nem, éppen ezért nem mazsolát teszek bele, hanem Tenebrio Molitort, vagyis a liszbogárnak a lárváját. A liszkukacokat olívaolajon pirítom meg, természetesen portugál olívaolajon. Ha elég forró az olaj, mehet bele a liszkukac. Mennyei illata van. Nem szabad nagyon-nagyon sokáig pirítani, és figyelni kell, hogy nehogy odaégjen. De amikor már kellemesen ropogós, akkor utána fel lehet majd használni. Lehet látni, hogy a lárvák különböző színűek, ez teljesen rendben van, hiszen ez a világosabb például egy frissen vedlett példány, még ez a mellette levő sötétebb, ez már korábban átesett a kitin bunda váltási folyamaton. Papírtörlőre kirakom, hogy egy kicsit felitassam az olajat. Finom ropogós. Egyébként megállhattok ennél a stádiumnál is, ilyenkor egy kicsi fűszersóval összekeveritek, és tévénézés közben nagyon jó snack. Igazán egészséges. Egyébként nagyon sok helyen a világban egyre népszerűbb a rovarevés. Egy teljesen hagyományos túrókrémet fogok készíteni, túróhoz hozzáadok egy kevés tejfölt, cukrot, egy kevés reszelt citromhéjat. Nem kell túlzásba vinni a keverést, egyszerűen egy villával törjétek össze ezt a túrós elegyet. Majd amikor egy szép homogén állagot vesz fel, akkor mehet bele a liszkukac. Egyébként a liszbogárról érdemes tudni, a Tenebrióról, hogy teljes fejlődésmenetű rovarról van szó, tehát a petéből lárva kell ki, van néhány lárvastádium, a legidősebb lárvastádium aztán bebábozódik, és ebből a bábból alakul majd ki az imágó, utána pedig kezdődik az egész kör előről. Tehát aki nem szereti a mazsolát, az is nyugodtan fogyaszthatja ezt a túrókrémet, hiszen ez nem mazsolás, hanem tenebriós. Egy keveset meghagytam egyébként, részben dekorációnak, részben pedig jónak solgatni. A túrókrémmel megtöltöm a tortalapokat. Egy emeletes tortát készítek. Szépen lesimítjuk a fölösleget szakszerű módon. Azért ismerjük el, hogy a torta ebben a formájában meglehetősen csupasz, úgyhogy készítünk rá egy csokoládéöntetet, és még egy kis extra dekorációt. Amíg ez készül, jöhet a dekoráció. Nem a banánhéjról van szó persze, az csak tápláléknak volt a dobozban, hanem ezekről a sáskákról, amelyeket csokis sáskaként fogunk elkészíteni. Egyébként azért voltak ezek a jószágok a hűtőben, mert úgy lelassul az anyagcseréjük, sokkal lassabbak lesznek maguk a rovarok is, tehát könnyebb velük dolgozni. Gyorsan kell dolgozni a sáskákkal, mert hogy elég izgágák, annak ellenére, hogy előtte a hűtőbe tettem őket. Képzeljétek el, hogy milyenek, ha nem hűtjük le őket. Lobogó vízbe fogom bedobni, érdemes előtte megnézni a színüket. Ugyanis a hő hatására egy nagyon hasonló reakció játszódik le, mint a
rákoknál, amikor főzzük őket, ott is meg lehet figyelni, hogy pirosra vált a színük. A rákok esetében az astaxantin nevű anyag az, ami ezt a színváltozást okozza. Nem tudom pontosan, hogy a sáskáknál milyen pigment van jelen, de amikor megfőttek, főzem el talában olyan 1-2 percig, utána meg lehet majd nézni, hogy milyen szép pirosak lettek. Igazán étvágygerjesztő. Általában főzés után sütőbe szoktam berakni őket, hogy kellően kiszáradjanak. Hát, mint említettem, sütőm nincsen, úgyhogy ezt is így fazékban fogom megoldani. Megpróbálom azért óvatosan csinálni, és rendszeresen kavargatni, illetve mozgatni őket. Meg fogod te ezt kóstolni, hapcikém. Szinte beleharapnál, nem? Csoki sáskának egyébként ilyen egzotikus dióból készült praliné íze van. De vannak kultúrák, ahol egyébként a tücsköt is előszeretettel fogyasztják. Ha az ember nem szeret túl sokat ropogtatni, akkor célszerű leszedni a különböző kiálló testrészeket. Természetesen a csokis tücsök nem lenne csokis tücsök, csoki nélkül. Egész egyszerűen csak belemártogatom a tücsköket a pralinéba, majd pedig egy hideg tányérra fektetem őket. Célszerű utána hűvös helyen pihentetni őket, vagy betenni mondjuk a mélyhűtőbe egy rövid időre. Elkövettem egy apró hibát, itt a forgatás hevében elfeledkeztem a csokiról, úgyhogy picit összeállt, karamellizálódott. Hát nem ez lesz a világ legszebb születésnapi tortája, de legalább rovaros. Ezért célszerű egyébként a csokit gőz fölött olvasztani, hogy ilyen balesetek ne fordulhassanak elő, de hát kicsire most nem adunk. Hát hiba volt nem odafigyelni arra, hogy mennyi ideig rakom be a csokit olvasztani a mikrosütőben, ráadásul kevergethettem is volna, úgyhogy a bevonás nem sikerült a legtökéletesebben, de hát mire való a tejszín, ha nem arra, hogy elfedjük ezeket az apró hiányosságokat. Mostanra megdermedtek a kis sáska pralinéink, ezt fogom majd felhasználni dekorációnak. És még szórok rá egy kis megmaradt liszkukacot a tetejére. Na, akkor lássuk, milyen lett. Nem lett rossz. A torta bevonó az tényleg nem sikerült a legjobban. Ezt majd legközelebb gyakorolnom kell. Viszont a túrókrém az finom, harmonikus. A citromhéjat jól kiegészíti a kicsit karamellizált liszkukac. És akkor nézzük a kis pralinénkat. Ez egy összességében tényleg nagyon jó lett. Lehet, hogy én ezt most beizabálom az egészet. Addig is iratkozzatok fel YouTube-on, kövessetek minket Facebookon, és hallgassátok a podcast adásainkat SoundCloudon. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!